Hiába a rekordtermés, a visszacsúszó ár és a hiányzó munkaerő miatt jelentős mennyiségű alma maradhat a fán. Veszteségesek a pékségek, hosszú távon akár ellátási gondok is jelentkezhetnek a kenyérellátásban. Éjszakai lehűlések, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fokozottan érintett a kihűléses halálesetek számát tekintve. A visszacsúszó ár és a hiányzó munkaerő miatt jelentős mennyiségű alma maradhat a fákon, vagy csúszhat a betakarítás. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Utóbbi azért okozhat problémát, mert nem áll majd el a gyümölcs, és elképzelhető, hogy februárban étkezési almából nem hazai, hanem lengyel termék kerül a polcokra, pedig alma lenne elég, a 10 éves átlagnál 25%-kal magasabb rekordtermés várható. Felvásárlás helyett demonstrációval kezdődött az alma szezon augusztusban, végül 22 forintos áron megindulhatott a felvásárlás, az ár azonban nem volt tartós. Lassan visszasüllyed oda arra a határmértékre, hogy lehet, hogy lassulni fognak a sorbaállások, mert most megint előfordulhat az, hogy sok gazda már úgy dönt, hogy ennyi pénzért nem tudja betakarítani. Azok a gazdálkodók, akik kevesebb mennyiséggel rendelkeznek, és a család ezt összejön, és összeszedik, nem kerül plusz kiadásba, de aki mindenfélét kiszámol, akkor ez a 15 forint környéke már megint az a határa, amikor már lehet, hogy sok gyümölcs ott fog maradni a fa alatt. De nem csak az alacsony ár jelent problémát, hanem az is, hogy nincs, aki leszedje az almát. Az igényelt közmunkások ugyanis nem jutottak el a gazdákhoz, napszámra jelentkezőt pedig csak elvétve találni. Így a jelenlegi elsőosztályú gyümölcsök nem időbeni betakarítása magában hordozza azt, hogy nem lesz elálló ez a nagy mennyiségű gyümölcs, és valóban februárban majd lehet, hogy Lengyelországból kell étkezési almát hozni, mert a miénket nem voltunk képesek időben betakarítani. Pedig rekordmennyiség várható idén a gyümölcsből, a 10 éves átlagnál mintegy 25%-kal magasabb, 730 ezer tonna alma termés valószínű, ennek 25-30%-a étkezési és 70-75%-a ipari alma. A Magyar Pékszövetség adatai alapján egyre több pékség kényszerül a bezárásra, mivel a pékáruk értékesítésének mintegy 60%-a veszteséges. Az elmúlt években növekedtek a bérek, valamint a liszt és az energia ára is. Így, ha a pékek nem tudják finanszírozni a veszteségeiket, hosszú távon helyenként akár ellátási gondok is keletkezhetnek. Országos átlagban veszteséggel adják a pékek a három legnagyobb mennyiségben forgalmazott terméküket, a fehér kenyeret, a félbarna kenyeret és a vizes zsemlét, derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Agrárgazdasági Kutatóintézet végzett. A tavalyi adatok alapján megállapítható, hogy a fehér kenyér kilóján 6, a félbarna kenyeren 23 forint veszteség keletkezik, a vizes zsemlék előállítása pedig átlagban legfeljebb nullszadósnak tekinthető. Ezek a számok a nettó átadási arányokat tükrözik, tehát azt, hogy az élelmiszerkereskedelmi láncok számára ennyivel kevesebbért sikerül értékesíteni a pékárut. Az elemzés a fogyasztó árakat nem vizsgálta, kifejezetten a sütőipar eredményessége volt a fókuszban. Mivel a kenyér kifli zsömmi alapvető élelmiszer, ezért úgy gondolta az Agrárkamara is, hogy ebben mindenképp változás kell bekövetkezni, hiszen nagyon nagy mennyiségben jönnek külföldről különböző termékek, és amelyek ezek a termékek a magyar sütőipari vállalkozásoknak a rovására jelennek meg a piacon. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet egyértelműen most már kimondta, és ezt az Agrárkamara is magáéba tette, hogy változtatni kell ezen, hiszen veszteségesen működő ágazatnak nincsen jövője. A sütőipar közel 20 ezer főt foglalkoztató szakágazat, amelynek megmaradása Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint nemzetbiztonsági kérdés, hiszen egy esetleges ágazati krízis esetén veszélybe kerülhet az alapvető élelmiszerek belföldi forrásból való biztosítása. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a megnövekedett önköltségünket azt tudjuk érvényesíteni a sütőipari termékeknek az átadásával kapcsolatosan. Támogatást szeretünk kérünk a Földművelési Minisztériumtól, segítsen valamilyen formában, úgy mint a mezőgazdászoknak például üzemanyag támogatással kapcsolatosan. Nagyon-nagyon fontos kérdés, és a sütőipőnek alapvető problémája az áfa.
A PIK Szövetség mintegy 5%-ra szeretné csökkenteni a termék áfáját, Lakatos Tibor elmondta, ezáltal javulna az ágazat helyzete, és a lakosság is több, illetve jobb minőségű pékárut tudna vásárolni. A hideg elleni védekezést szorgalmazzák a nyíregyházi segélyszervezetek, akik arra buzdítják a rászorulókat, hogy vegyék igénybe az ingyenes szolgáltatásokat. A nyíregyházi szervezetek idén is mindent megtesznek azért, hogy a közelgő hidegben senki ne maradjon éhen és fedél nélkül. Az ORFK adatai szerint 2016. október 15 és 2017. március 1-e között 180 ember halt meg kihűlésben. A leginkább érintett területek Budapest, Borsodabaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Szoboszlai Judit, a Periféria Egyesület elnöke szerint különbséget kell tenni a lakásszegénység, illetve a hajléktalanság okozta halálesetek között. Nyíregyházán évek óta nincs kihűléses haláleset a hajléktalanok körében. Nyilván köszönhető ez annak, hogy jól szervezett a hajléktalanok segítése a városban. Mind az önkormányzat, mind a Periféria Egyesület, mind az Oltalom Szeretett Szolgálat a maga területén megteszi azokat a szakmai feladatokat, amelyek ezen a téren a megelőzést szolgálják. A nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálatnál immáron 18. éve segítenek a rászorulóknak, így jelenleg is több száz emberről gondoskodnak. A nappali melegedőnkben bárki bejöhet a 150 férőhelyjel, akár még fölötte is. A népkonyhánk is mindig ilyen 150-180-as napi adaggal működik, hogy tudjunk élelmet biztosítani az ellátottaknak. És az éjjeli menedékhelyen sincs plafon, tehát bárkit befogadunk, ha kell matracon, ha kell pótágyakon, hogy senki nem maradjon a hideg időben az utcán. Amint azt Laborci Géza megerősítette, a népkonyha ebédjéhez a hét minden napján bárki hozzájuthat. A nappali és éjjeli menedékhelyekre való beléptetés feltétele egy orvosi igazolás arról, hogy a szállást kérő nem rendelkezik fertőző betegséggel. Az ehhez szükséges orvosi vizsgálatokat már a Rákóczi utcai éjjeli menedékhelyen is el tudják végezni. A Periféria Egyesület honlapja számos adományozási módra hívja fel a figyelmet, amelyek közül most a melegholmik jelentik a legnagyobb segítséget. Magyarországon is egyre nagyobb kereslet van a minőségi élelmiszerek iránt, ami kapcsolatban van az emberek egyre tudatosabb táplálkozásával, hangzott el a Nyíregyházi Egyetem ökológiai gazdálkodással kapcsolatos konferenciáján. A tudományos ülésen arról is szóltak, hogy hazánkban jelenleg 4% körül van a biogazdálkodások aránya a mezőgazdaságban, ami egyelőre jelentősen elmarad az Ausztriát jellemző 21%-os mögött, de a piac bővülésének és a kormány támogatásoknak köszönhetően jelentős fejlődés várható a bioszektorban. Több mint 20 éves hagyománya van itt az egyetemen az ökológiai gondolkodásnak. A Nyíregyházi Egyetemen két évtizedre kezdtek el foglalkozni az ökológiai gazdálkodással. Ezt Simon László mondta, a Felsőoktatási Intézmény Minőségi Élelmiszerek Egészséges Környezet címet viselő konferenciáján. Az intézmény tanszékvezetője kiemelte, az egyetem tangazdaságában folyamatosan állnak át az ökológiai gazdálkodásra, valamint a kutatásokban, képzésekben és tananyagokban is megjelenik a környezettudatos szemléletmód. 20 éve indult a környezetgazdálkodási szakirány az egyetemen, ez a mai napig él, most ökogazdálkodási szakiránynak nevezzük, ahol ilyen ökológiai szemléletet adunk a hallgatóknak. Mi növény-talaj kapcsolatot vizsgálunk, többek között zöldrágya növényeket vizsgálunk, növényekkel tisztítjuk a talajt, és energianövény kísérleteink vannak. Simon László elmondta, a magyar lakosság egyre tudatosabban táplálkozik, amelyben kiemelt szerepet kapnak a minőségi élelmiszerek. Hozzátette, a Nyíregyházi Egyetemen először 2016-ban rendeztek tudományos ülést az ökológiai gazdálkodásról, a mostani, immár nemzetközi konferencia pedig az azóta megszerzett újabb ismeretanyag átadását szolgálja. Tulajdonképpen erre van kiegyezve az egész konferenciánk, amire 74 vendéget várunk. Ez számunkra rendkívül nagy öröm, mert ez szignifikánsan erős, teljesen megemelkedett a részvők száma. Tehát az őshonos állatfajokról, átfajtákról is szó lesz, az ökogazdálkodásról, köztudott nevén biogazdálkodásról is szó lesz, és olyan élelmiszerekről, amelyek fogyasztásával az egészségünket tudjuk védeni. Ilyen élelmiszerek többek között a funkcionális élelmiszerek, melyek minden tápanyagot tartalmaznak, amire az emberi szervezetnek szüksége van, és ezen kívül gyógyhatással is rendelkeznek.
A gyógyhatás alatt értem az, hogy például csökkenti a vérnyomást, segíti az emésztési zavarokban szenvedőknek az életét, kiváló minőség plusz gyógyhatás. Ez együtt, ez jelenti a funkcionális élelmiszert. Szinte minden élelmiszer komponensről ki lehet valamilyen jó hatást mutatni, de a legtöbb funkcionális élelmiszer azt talán a tejben, illetve a tejtermékekben található. Azok a gazdálkodásban jelenleg Ausztria tölt bevezető szerepet, Magyarország egyelőre jelentősen elmaradt tőle, azonban hazánkban is egyre népszerűbb ez a fajta szemlélet a mezőgazdasági termelésben. Ausztriában hozzátevésen 21% a biogazdálkodás területnek az aránya. Vannak olyan részek, ahol ennél magasabb, 25% is, például Burgenland vagy Őrvidék, amelyeknek a mezőgazdasági szerkezete egész hasonló a miénkhez. Nálunk ez például 4% körüli területet jelent. Hogyha összeraknánk egyre, akkor egy kisebb megyének a mezőgazdasági területe lenne, tehát már nem egy elhanyagolható, számottevő terület, de még nagyon-nagyon sok fejlesztési lehetőség és fejlődési lehetőség van a bioszektor előtt. Rosszik Péter azt is elmondta, a biotermékek iránti kereslet növekedése nagyban előmozdítja az ökogazdálkodás fejlődését, de a kormány is több pályázattal is programmal segíti a biogazdálkodást és az egészséges, minőségi élelmiszerek előállítását, illetve forgalmazását. A fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdődik, de érdemes erre időben felkészülni. A fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthetnek a berendezések. A kéménytüzek és a szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében fontos a rendszeres műszaki felülvizsgálat. A legfontosabb a fűtés szezon megkezdése előtt, hogy a fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre. A házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek. A rendeltetésszerű használat és a megfelelő karbantartás mellett fontos a megfelelő tüzelőanyagok használata. Háztartási hulladékkal ne fűtsünk, mert azon túl, hogy tűzveszélyes, mérges gázok szabadulnak fel. Ha valaki csak 2 hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A gázüzemű berendezések esetében pedig mindenképpen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében a megfelelő levegő utánpótlás biztosított legyen. Magyarán, ha a kéményseprő azt tanácsolja, vagy a szakember, hogy azt a szellőzőrácsot fel kell szerelni akár a fürdőszoba ajtóra vagy az ablakra, akkor azt nem azért teszi, mert a szellőzőrács gyártóval ő szerződést kötött, hanem azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és az oxigén a levegő utánpótlása biztosított legyen. Magyarán szólva a sérülések, balesetek, vagy nehogy Isten a mérgezések elkerülhetők legyenek. A szakemberek a szénmonoxid érzékelők alkalmazását és megfelelő helyre történő elhelyezését is ajánlják, hiszen egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat. Az elmúlt fűtési időszak is rámutatott arra, hogy a szénmonoxid érzékelőkkel felszerelt lakások esetében kisebb sérülések vagy éppen időben jelzett szénmonoxid érzékelő hatására sérülések sem történtek, tehát abszolút egy biztonsági érzetet ad az egyénnek vagy a családnak egyaránt. Ugyanakkor azt is el szoktuk mondani, hogy a 2 évente a kémények felülvizsgálata a gázüzemű tüzelőfűtőberendezések esetében ne maradjanak el. A vegyes tüzelésű kéményeknél ez évente kötelező. Családi házas övezetekben a lakosságnak időpontot kell kérnie a kéményseprőtől. Ezt a katasztrófavédelem honlapján és telefonon is megtehetik. Folyamatosan ellenőrzik a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erdészeti felügyelői az internetes tűzifa hirdetéseket. Elsősorban azt figyelik, hogy a hirdető rendelkezik-e a jogszabályban előírt EUTR technikai azonosító számmal. Ez garantálja ugyanis a vásárlók számára, hogy az eladó szerepel a hatósági nyilvántartásban. Az elmúlt egy hétben 34 helytelenül feladott hirdetést távolítattak el az egyik népszerű webes hirdetési felületről. Az ellenőrzött hirdetők mindössze 30%-a tüntette fel az érvényes azonosítót. A szabálytalanul hirdetők 60%-ának állítása szerint rendelkeznek ezzel az azonosítóval, csak elmulasztották azt közzétenni. Az ellenőrzések a jövőben is rendszeresen és széles körben folytatódnak.
Hibátlan teljesítménnyel, 4 győzelemmel zárta az Európai Ifjúsági Kosárlabdaliga kolozsvári tornáját a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as együttese. A kék cápák fiataljai 3 külön díjat is hazahoztak. Fazekas Csaba lett a torna legértékesebb játékosa. Sitku Márton bekerült az All-Star 5-ösbe, Mokánszki Mátét pedig csapata legjobbjának választották a szakemberek. 9 csapat részvételével rendezték meg Kolozsváron az éjjebélyes sorozat U20-as korosztály számára kiírt első tornáját. Egy fél kört bonyolítottak le, így minden együttes 4 meccset játszott. A Nyíregyháza Blue Sharks a nyitányon a Szolnoki Sportcentrum fiataljait verte 72-53-ra, majd 2 olasz csapat következett. A Basket Rimini Crabs ellen 92-75-re, a Next Step Academy Rapallo ellen pedig 85-81-re nyert a Sitku Ernő által irányított gárda. Zárásként nagy csatár a házigazda UBT Kolozsvárt múlták felül 79-77-re a kékcápák, akik így 100%-os teljesítménnyel zárták a tornát. A rendezvény, azt kell, hogy mondjam, hogy szenzációs volt, bár próbálom magunkat valamilyen szinten a földön tartani. Volt egy edzőm, aki azt mondta mindig, hogy volt egy elmondata, ha nyersz, soha nem vagy olyan jó, ahogyan gondolod, de amikor veszítesz, akkor sem vagy olyan rossz, ahogyan azt hiszed. Ugye sikerek után hajlamosak vagyunk mindig mindent szépnek látni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kolozsvári hétvége nagyon jól sikerült, nagyon jó körülmények között rendezték a tornát, mert abban a csarnokban játszottunk, ahol tavaly az Európa-bajnokságot is rendezték, tehát a spanyol válogatott öltözőjében öltözhettünk például, és tényleg nagyon jó körülmények voltak. Az tény, hogy megerőltető egy ilyen torna, hiszen 3 nap alatt 4 mérkőzést kell eljátszanunk, ez azt jelenti, hogy az egyik nap duplázni kell, ami nagyon megerőltető, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy sikerrel vettük ezt az akadályt. Sitku Ernő szerint fontos, hogy a fiatal játékosok más kosárlabda kultúrákkal is megismerkedhettek. Ráadásul a 2 olasz csapatban több amerikai és délszláv kosaras is szerepelt. Teljesen más, mint mivel a játékosaink Magyarországon találkozhatnak. Igazából az egy-egyre épül individuális játékra nagyon nehéz rendszert találni a kosárlabdázásukban. Erősek fizikailag, ezt próbálják kihasználni, és nekünk pontosan ezek a hiányosságok, amikkel nem nagyon találkoznak a játékosok, és amikor kilépünk egy nemzetközi porondra, akár az utánpótlás válogatott korosztályokra gondolva, amikor kilépünk, az első pillanatokban az akklimatizálódás az, ami elviszi az energiát a srácoktól, hiszen pont a fizikai fölény, pont az a gyors játék, a rendszer nélküli játék az, ami idegen számukra, és ehhez hozzá kell szokni. A nyíregyházi fiatalok 3 külön díjat is hazahoztak Kolozsvárról. Fazekas Csaba lett a torna legértékesebb játékosa, Sitku Márton bekerült az All-Star 5-ösbe, Mokánszki Mátét pedig csapata legjobbjának választották a szakemberek. Az EJBL második tornáját február 7-e és 10-e között rendezik Szolnokon. A Nyíregyháza Blue Sharks akkor a szintén 100%-os észt Keila KK csapatával, a lengyel Csesin és a Cseh Prostajov, valamint Osztrava együttesével találkozik. Az első 2 helyen végző gárda tovább lép a 30 ország csapatait felvonultató sorozat második körébe. Továbbra is 100%-os a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK az NB1 keleti csoportjának 5. fordulójában a Gázművek csapatához látogatott és 6-2-re győzött a fővárosban. A nyíregyházi tekézők szombaton a Sajó Bábonyt fogadják. Hibátlan mérlegét szerette volna megőrizni a Gázművek ellen az NTK, amely ebben a szezonban először nevezte egyik alapemberét, Szegő Leventét. Az első sorban Hakker Dezső 560 fával a nap legjobb eredményét érte el, megszerezve az első nyíregyházi csapatpontot. Mogyorósi Péternél ugyan jobbnak bizonyult riválisa, de a vendégek jelentős faelőnnyel várhatták a második kört. A középső sorba dőlt el véleményem szerint a mérkőzés, ugyanis Szegő Levente 0-2-es hátrányból fordítani tudott, egy nagyszerű iskolajátékot mutatott be a második 60 etapjában, és maga biztosan szerezte meg a fontos csapatpontot, míg mellette a Szolika Miki egy végig kiélezett csatában, az utolsó tarolásokban sikerült maga javára fordítani a csapatpontot, és ekkor látszódott már, hogy több mint 70 fával vezettünk, és 3-1 arányban, úgyhogy a Fehér Bélának és jó magamnak csak tartani kellett ezt a fát, meg még esetleg egy-egy csapatpontot bezsebelni. Ez a Bélának sikerült, nekem egy picivel alul maradtam, 2-1-es vezetésnél nem sikerült behúznom a 3. szettet, de mit sem mond a csapat teljesítményéből. Egy nagyszerű csapatfát produkáltunk, 3200 fát.
A nyíregyháziak szombaton az eddig három győzelem mellett egy döntetlent elérő és egy vereséget szenvedő Sajó Bábonyt fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Az ellenfél egy abszolút stabil középcsapat, idegenben is meglehetősen veszélyes. Két játékost igazoltak, abból a Kazincz Balcikából, akik most idén a Szuperligában játszanak, ott játékos túltengés van, azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, ismerjük egymást, tényleg abszolút baráti a két csapat között a kapcsolat, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csak nekünk számíthat ez a mérkőzés, ugyanis mi vagyunk az esélyesei, bízunk benne, hogy egy bármilyen arányú 6-2-es, 5-3-as győzelem, hazai győzelem lesz a mérkőzés végeredménye. Az NBA keleti csoportjának tabelláját az Eger vezeti 8 ponttal, a szintén 8 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó nyíregyházi Teke klub előtt. Távozik a Nyíregyháza Spartakusztól Buzsik József vezetőedző. A klub és a szakember közös megegyezéssel bontotta fel a szerződést. Az NB2-es tabella utolsó előtti helyén álló Sparit a szerda esti Békés Csaba elleni és a vasárnapi Budafok elleni mérkőzésen az eddigi másodedző Lengyel Roland irányítja majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A visszacsúszó ár és a hiányzó munkaerő miatt jelentős mennyiségű alma maradhat a fákon, vagy csúszhat a betakarítás. Utóbbi azért okozhat problémát, mert nem áll majd el a gyümölcs, és elképzelhető, hogy februárban étkezési almából nem hazai, hanem lengyel termék kerül a polcokra. Pedig alma lenne elég, a 10 éves átlagnál 25%-kal magasabb rekordtermés várható. A fehér kenyeret, a félbarna kenyeret és a vizes zsemlét is veszteségesen adják a pékek az áruházláncok számára. A Pékszövetség éppen ezért 5%-ra szeretné csökkenteni a termékeik után fizetendő áfát, ezáltal azt várják, hogy javuljon az ágazat helyzete, így a lakosság is több, illetve jobb minőségű terméket tudna vásárolni. Tavaly országszerte 180 ember halt meg kihűlésben, közülük 55-en közterületen, 125-en pedig magánterületen. A leginkább érintett területek Budapest, Borsodabaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Nyíregyházán évek óta nincs kihűléses haláleset a hajléktalanok körében, ami a segélyszervezetek jól szervezett munkájának köszönhető. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, október 3-án szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A frontok áthaladtak hazánk felett, így egyre jobban anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így több napsütésre, illetve erős idő nappali felmelegedéssel számolhatunk. Az előttünk álló éjszaka eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható. Jelentéktelen zápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben komoly felhős, napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Pénteken csak nem felhőtlen lesz az ég felettünk, majd szombattól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, így a vasárnap első felében még erősen felhős idő várható, majd fokozatosan szakadozik a felhőzet. Jelentéktelen eső, zápor tehát a hétvégén előfordulhat, de számottevő csapadék nem lesz. Ezzel együtt fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés mértéke, így bőven 20 fok feletti maximum hőmérsékletre számíthatunk.